Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz, ez a fő célkitűzése a jelen projektnek, amit itt most megvalósítottak a homokhátságon. Elsősorban miért volt erre szükség? Ugye tudni kell, hogy a homokháti kistérség az jelen pillanatban a legsivatagosabb része itt az Alföldnek, és így ugye az aszály vízbőség esetén ugye a vízmegtartás továbbengedés volt az egyik fő cél. Ezen mintaprojekt keretén belül a Norvég Állam és az IEG-rendsz támogatásával tudtuk megvalósítani ezt a csatorna rendszer elkészítését, amely nagyban hozzájárul a lakosságnak az életszínvonalnak a növeléséhez, így önmagában az élőhelyeknek a biztosításához és a biodiverzitásnak a megtartásához. Pontosan hol van ez a bizonyos beruházás, amit megvalósítottak? Szóval itt vissza kell mennünk az alapokra, ugye ez több ütemre bontódik. 2013-ban kezdődött ugye a Tiszából a vízelvezetése a homokháti kistérség felé, ugye első ütemben az Algyői főcsatorna lett felújítva, ugye ez egy 700 millió forintos beruházás volt, amely után most már ugye a domaszéki főcsatornába csatlakozik, és ezek után lesz majd, bízunk benne a jövőben, a folytatása is Muralom irányába. Gyakorlati szinten milyen haszna lesz ebből az embereknek? Tehát lehet innen majd ezt öntözésre használni, ezt a vizet, vagy tulajdonképpen milyen haszna van ennek a beruházásnak? Igen, elsősorban mindenféleképp ugye a mezőgazdaság számára van, és ez az aszályos időszakokban való vízfelhasználása lesz, amely alapján majd egy gazdasági fürt lesz kialakítva az öntözési rendszer felhasználásához. Ez egyedülálló, ha jól tudom, az országban, tehát hasonló beruházás még eddig nem jött létre? Igen, ez az egész Magyarország területén az egyedüli ilyen főcsatorna rendszer, amely a mezőgazdaságot szeretné kiszolgálni. És akkor ez már ugye elkészült. Ezt már lehet akkor használni, tehát ez működik, és már ezt abszolút meg tudjuk tekinteni. Ez a része elkészült, de magában a teljes szakasz és teljes csatornarendszer még körülbelül egy 10 kilométeres szakaszt várat maga után, amelybe utána két nagy víztározóba csatlakozik bele. Mit lehet arra elmondani, hogy ez nagyjából mikor valósulhat meg, vannak erre már tervek? Tervek mindenféleképp vannak, elképzelések vannak, ugye itt az anyagi forrásokat kell biztosítani hozzájuk, és itt nagyban bízunk a Magyar Állam, az Európai Unió és egyéb uniós lehetőségekben. Mi itt most Európa legnagyobb egybefüggő sivatagának egyik legmagasabb pontján vagyunk. Az elmúlt néhány száz esztendőben elődeink kemény és nagyon határozott célkitűzésekkel és munkával fölépítettek itt egy urbanizációs környezetet egy gazdálkodó háttérrel együtt. Korunkra a klímaváltozás hatásának köszönhetően mindez a kialakult élettér és gazdálkodói tér kockázatossá vált, illetve bizonytalanná vált. Ha nem tudunk öntözővizet varázsolni ennek a sivatagnak a megműveléséhez, akkor mindez, ami itt fölépült, és mindez, ami kialakult, ez komolyan veszélybe kerülhet. Ennek a módszere a vízpótlás és a víz visszatartás technikája, technológiája. Tekintettel arra, hogy ez egy a gazdálkodói réteg számára soha meg nem térülő beruházás, ezért a közösségi támogatási rendszerekre kell alapozzuk ennek megvalósítását. Ezért alapozunk a magyar kormány programjaira, az Európai Uniós programokra, illetve a norvég alaptámogatását is élvezhettük ebben a munkában. Köszönjük a támogatást! Lassan, de biztosan haladunk előre. A Tiszáról már eljutottunk félúton a homokhátság irányában a vízpótló rendszer kiépítésével, de több mint 10 méter magasságba kell fölhozzuk a vizet, és aztán ezt tárolnunk kell, szétosztanunk és hasznosítanunk. Önök a mai nap folyamán látni fogják ennek a vízpótló rendszernek egy részét, amelyik fölemeli a homokhátságra a Tisza vizét. Ezt a rendszert kell tovább folytatnunk a következő években. Ugyanakkor elkészültünk azokkal a tározó tavakkal, amely, hogyha megérkezik a víz, akkor rezerválni tudja ezt az öntözővizet számunkra. Elkészültünk azokkal az üzleti modellekkel, amelyek az öntözővizet gazdálkodók számára öntözési hálózat, öntözési fürtrendszerben szétosztják, és készen vagyunk azzal a modellel, amely egy öntözési szövetkezetben fogja össze az érintett gazdasági szereplőket. Itt több száz
gazdálkodóról van szó. Mögöttünk a kettes számítógépes telep, ahonnan